találja ki, mi fog itt készülni. Van itt káposztánk, paprika a saját kertből, ezt Lacika megkóstolta, azért olyan hagyma, ubi, gyalú és fűszerek. Szerintem nem nehéz kitalálni, csalamádé fog készülni. Úgyhogy, ha érdekel az én csalamádé receptem, én hogy rakom el és hogy készítem el, maradj itt velem, és készítsük el együtt. Itt ügyesen nekiálltam, megmostam a káposztát, legyalultam szép vékony hát csíkokra. Aztán miután készítettem a káposztával, megmostam jól a zuborkákat. Én általában egy tiszta szivacsnak a dörzsis részét szoktam használni. Aval jól átsikamikálom, utána tiszta vízbe még egyszer átmosom, levágom a végeit, és nekiugrok, ezt is legyalulom. Sokan vágják. Ki hogy szereti, hogyha szeretitek-e vastagabb szeleteket, akkor nyugodtan vághatjátok késsel is, mi vékonyabban jobban szeretjük. Miután készlettem a zuborkával, ugyanúgy megmosom a paprikát is, kiszedem a csomákját, nem tudom, hogy nevezik annak azt a dolgot benne, mindenhol másképp mondják. Kiszedem a magházát, szépen megpróbáltam volna legyalulni, de az úgy nem ment, így hát tetszőlegesen vékony csíkokra felvágom késsel. Ha készlettem a paprikával, megpucolom a hagymát, ezt szoktam a legvégére hagyni, mert ez a legkritikusabb, és hogy ne szagoljam egész csalamádé rakás alatt, így inkább a végére hagyom. Hát persze most is kifogytam egy olyan hagymát, hogy nagyon csípett, nagyon könnyeztem. Ha kész lettem, egy nagy fazékben, ez egy bő 15-20 literes fazék, én kézzel jól átforgatom, az aljáról úgy szépen felhúzom a káposztát, hogy a tetejére felérjen. Na szóval, a folyamatot láttátok, itt már el van keverve. A pontos receptet leírom nektek a leírásba, úgyhogy a leírásban megtaláljátok a pontos receptet, miből mennyit teszek. Most ezt még egyszer összekeverem, mert még nem a legjobban van összekeverve, összekeverem, és megcsináljuk rá a cukrot. A cukrot össze kell keverni a borkénnel, a benzonáltal, a sóval. Azt rá kell borítani jól, összekeverni, és azt hiszem, hogy az ecetet utána kell ráönteni. Úgyhogy összekeverjük, befűszerezzük, és ha be van fűszerezni, hagyjuk holnapig csicsikálni egész éjszaka, annyi, hogy még rá fogok kavarni, hogy jól összeérjen, és mindenhol érje majd a cukor, meg az ecet, meg ezek a finomságok, és utána üvegekbe tesszük holnap. Annyi volna a helyesbítésem, hogy ez egy extra édes csalamádé, aminek a receptje 1 kg cukorról áradozik. Mi, nekünk az nagyon sok, mi nem szeretnénk édesre, így hát én fél kiló cukrot fogok hozzáadni, így kavarom össze, és ha esetleg még hiányolom a cukrot, utána pótolok, de az nagyon édes csalamádét nem szeretjük, és amit én másképp csinálok, 20%-os ecet helyett csak 9%-os ecetet teszem, mert nem szeretjük a 20%-osat. Úgyhogy ennyi lesz a kitérő, amit én másképp csinálok, de ezt majd a folyamatban úgy is látni fogjátok. Keverjük, kavarjuk, ízesítjük. Beleborítok kb. Egy 400 g cukrot, mert egy kicsivel kevesebb volt, mint a fél kiló. Beleteszem a 2,5 levő kanál sót,
egy teáskanál borként és egy teáskanál nátriumbenzonátot, ezt jól összekeverem, ráteszem a csalamárdinkra, a vegyes vágottra, a zöldségünkre, és ezt jól össze fogom dolgozni. Gondoltam, hogy megkóstolom így, hogyha elég-e az a mennyiségű cukor, amit rátettem, meg az a mennyiségű ecet is, amit oda tettem hozzá. Ugye a receptben 3 deci 20%-os ecet van, de én megmondom őszintén, nincs 20%-os ecetünk itthon, nem is használunk, így 9%-os tettem. Ugyanúgy azt a 3 decit, miután jól összekevertem a vegyes vágottat a cukros fűszerrel, mondjam így, az ízesítővel. Utána még tettem rá még egy pici cukrot, hogy meglegyen az a 600 g, és még kb. Egy másfél deci ecetet tettem rá, és így dolgoztam össze az egészet. Hát nem telt el sok idő, mert egy fél órán belül már nagyon szép levet eresztett. Láttátok, itt a fazék majdnem teli volt. Már most estére azt mondom, egy kicsivel kevesebb, mint a fele van, és nagyon jó sok lé van rajta, kóstolgattam. Nekünk ez az íz pont jó, nem ecetes, nem cukros. Ez persze, aki savanyúbban szereti, tud rá több ecetet tenni, aki cukrosabban szereti, az teheti a több cukrot rá. Teheti úgy, mint az eredeti receptben, az 1 kg cukorral. Én leírom a leírásban nektek az eredeti receptet, és mellé írom azt, hogy én mennyit használtam, és elmondom, hogy ez így nekünk megfelelő, de a saját szájízetek szerint tudjátok eztet majd ízesíteni. Nekünk így a jó. Ti megpróbáljátok ki, ahogy szeretnétek, de ha valaki elkészíti és kipróbálja, az a kommentben írja meg, hogy neki hogy vált be, és mennyire ízlett ez a recept. Jó reggelt mindenkinek! Éjszaka állni hagytam a csalamárdénkat, és így néz ki. Ilyen leve van, és ilyen lett az állaga. Ugye megpuhult a káposzta, a zuborka is egy kicsit összerogyott, ennyi lett. Most üvegekbe fogjuk tenni, és lássuk, hány üveg lesz összesen. Ez lenne a végeredmény, így néznének ki, itt lett a 7 üveg, ennyi lé maradt még ki, azt meg ki kell vinni, kiönteni, és itt van a szép csalamádém. Nekünk ez a recept nagyon bevált, nagyon finom, úgyhogy teljes szívvel ajánlom nektek is, próbáljátok ki. Mondtam, amint aki valaki édesebben szereti, mehet bele az 1 kg cukor is. Ez így, ahogy van, mehet be a kamrába, aki szeretné, kidúsztolhatja, aki akarja, mosogatógépbe egy rövid programra beteheti. Én lehet, hogy be fogom tenni még rövid programra, mert még most állok neki tököt becsinálni, és ha a tök is kész van, közben gyors oda készítettem a
húslevest főni, hogy a húsi leves főjön, míg csinálom a savanyúságokat. Így néznek ki. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és netán, ha elkészítitek, írjátok meg nekem is, hogy ízlett. Puszi, sziasztok!